Berek-Szatmári síkságon vagyunk. Egy ártéri síkság, amit a folyók alakítottak, a folyók formáltak. Az, hogy így néz ki, hogy ilyen természeti környezet fogad itt minket, jelentős részben a víz a Tisza munkájának köszönhető. A Tisza jelentősen befolyásolja az itt élők mindennapjait. Nagyon sokan járnak horgászni, halászni. Régen a Tiszáról hordták a vizet, míg még nem volt közkút. A Tisza ezen szakasza nem csak az egyik legszebb, hanem az ország egyik legárvíz veszélyeztetettebb része is. Árhullám esetén a Felső-Tisza vidékén nagyságrendileg 130 ezer embert érhet kár. Ezt hivatott megelőzni a térségben épülő Tisza-túr tározó, amely az Európai Bizottság és a Magyar Állam támogatásával valósul meg. A Tisza-túr tározó itt az ország keleti szegletében a Felső-Tisza országhatárba érő szakaszánál valósul meg. Maga az árapasztó tározónak a területe közel 16 négyzetkilométer. Ezt úgy kell értelmezni, hogy ezen a 16 négyzetkilométer átlagosan olyan 2,5 méteres vízborítás lesz üzembehelyezés esetén. A tározó hatásterülete egy olyan folyószakasz itt az ország területén, ahol a korábban megépült tározók már nem fejtik ki hatásukat. A tározó megépülésével a falut meg tudjuk védeni, ha esetleg egy nagy, rendkívüli árhullám jelentkezne. A Transparency International Magyarország az Európai Bizottság felkérésére csatlakozott a beruházáshoz, mint megfigyelő szervezet. Az integritási megállapodás keretében a TI Magyarország tulajdonképpen azt felügyeli, hogy a projektre szánt közpénz a lehető leghatékonyabban kerüljön felhasználásra. Az integritási megállapodás egy háromoldalú megállapodás, mely az Innovációs és Technológiai Minisztérium, mint irányítóhatóság, az Országos Vízügyi Főigazgatóság, mint ajánlatkérő, és a Transparency International Magyarország alapítvány között jött létre, mint független monitor. A megállapodásnak az a célja, hogy a Tisza-túr tározó építési projektet vizsgálhassa a Transparency, ennek az átláthatóságát, korrupciómentességét tudja ellenőrizni. Egy kísérleti projekt keretében monitorozzuk, amit az Európai Bizottság indított pár évvel ezelőtt, és ennek során 11 EU-s országból 18 olyan projektet választottak ki, ami uniós pénzből, uniós forrásokból valósul meg. Az integritási megállapodás abban segít nekünk, hogy a közvélemény szélesebb körben tájékozódhat a mi feladatunkról, munkánkról és arról, hogy egy ekkora volumenű beruházást is képes az ágazat szabályszerűen átláthatóan megvalósítani. Azt nézzük, hogy a verseny minél inkább biztosítva legyen, hogyha nagyobb verseny alakul ki egy-egy közbeszerzési eljárás során, tehát több ajánlattevő van az eljárásban, akkor biztosítható az, hogy az árak alacsonyabbak legyenek. Legutóbb 2001-ben alakult ki a Felső-Tisza vidékén soha nem látott árhullám. A Tisza vízszintje ekkor másfél nap alatt 7 métert emelkedett. A 2001-es árvíz idején 11 ezer embernek kellett elhagynia az otthonát. Úgy kell elképzelni, hogy jön egy olyan árhullám a Tiszán, amely a kiépült árvízi töltések képítettségi szintjét meghaladja, akkor nem a vízre bízzuk úgymond a gyenge pontoknak a megtalálását, hanem szabályzott körülmények között egy ilyen biztonsági szelep révén csökkentjük ezt a terhelést. Az épülő tározó nem csak árvízvédelmi szempontból fontos a környéken, hanem természetvédelmi szempontból is nagy jelentőségű és pozitív hatású. Nem csak a víztöbletet, hanem a vízhiányos állapotokat is fogja tudni kezelni. Tehát amellett, hogy az árapasztó tározó úgymond az árhullámokat tudja majd csökkenteni, és ezt oly módon fogja tudni megtenni, hogy a Tiszának a vízjárásában károsan nem avatkozunk be. Amellett a tiszai vízpótlásból, tehát itt az ökológiai rendszereket is újjá tudjuk majd éleszteni. Talán legfontosabb hozadék az, hogy azokra a térszínekre is juttat vizet, ahova gravitációsan gyakorlatilag nem tud már eljutni. A Tisza-túr víztározó lehetőséget teremt arra, hogy az egykori medermaradványok, ártéri mély vonulatok újra a vízzel legyenek elárasztva, ezáltal a védett Natura 2000-es fajok hosszú távú megőrzését biztosítani tudja. Az építkezés, vagyis a terület szabályozott elárasztásának fogadtatása a lakossági oldalról már nem volt ennyire egyhangúan pozitív. A tározó építésével a kapcsolatban az emberek véleménye megoszlik. Része
ellenzi, vagy nem ért egyet a tározó építésével. A lakosság egy jelentős részét viszont pozitívan érinti a tározó. Nagyon sok munkahely teremtődik a tározó építéssel kapcsolatban, sok környékbeli embert tudnak foglalkoztatni traktorosként, gépkezelőként, éjjeli őrként, vagy egyéb munkálatokban. A beruházásnak a hatásterülete nem csak a tározóval érintett településekre vonatkozik, mert az önállóan 5 település jelent, tehát Tiszakóró, Tiszacsécse, Milota, Tiszabecse és Sonkád, hanem a teljes belvízvédelmi rendszert érinti közvetlenül, tehát ehhez az 5 településhez még Kispalád és Botpalád települések is hozzátartoznak. A beruházást az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság közösen valósítja meg. A Tiszatúr tározó várhatóan 2022. márciusára készül el.